Szervusztok! 2024. november 24-e van, 24-24, vasárnap, déli pályaudvar, Krisztina körút. Most már nem jön több autó, hál' Istennek. A mai napra van szervezve egy különleges menet, egy ilyen retro 22-es menet, az MTZ 649-es 415-ös autóbusszal. Mivel úgyis van dolgom Budakeszin, ezért összekapcsoltam a kettőt, és úgy gondoltam, hogy lesz egy pár snitterről a retro menetről. Egyébként ez díjmentes, cserébe viszont nem áll meg sehol, tehát elindul innen a déli pályaudvartól. Nem tudom, azért innen megy, mert valamit nem tudtak leszervezni a Széll Kálmán térrel, és ide is érkezik vissza, és egyedül Budakeszi Táncsics Mihály utca a végállomáson fog majd megállni. Ott tartózkodik egy rövid ideig, és aztán jön is vissza. Úgyhogy nem tudom, hogy majd a zsúfolt Budakeszi úton mit lehet ebből kihozni, ebből a retro menetből, de hát igyekszem azért. Megpróbáljuk, meglátjuk. A film főszereplője az MTZ 649-es forgalmi rendszámú Icarus 415.415-ös típusú autóbusz. 1993. június 9-én került a BKV állományába, akkor még BU 2232-es forgalmi rendszámmal, egy 1982-es évjáratú leselejtezett Icarus 260-as rendszámát kapta meg. 6 évvel és 9 nappal később, 1999. június 18-án kapta meg az új séma szerinti BPI 332-es forgalmi rendszámát. És így közlekedett 2015. február 8-áig, amikor is kivonták az állományból, de nem véglegesen. Július 4-én teljes vázjavításos felújítás után újra forgalomba állt immáron MTZ 649-es forgalmi rendszámmal, és így közlekedett 2021. április 30-ai selejtezéséig. Az autóbuszt ezután eladták, értékesítették, ezt a különjáratot már az új üzemeltetője szervezte, a BKV-nak semmi köze nincs hozzá.
hadd menj fel a H6-os hídra. Hát ennyi volt mára. Pár perccel ezelőtt erről a szent helyről startolt el Gyömrői úti telephelye felé az MTZ 649-es. Hát nem mondhatni, hogy sokat tudtam alkotni, és a nap se volt túlzottan kegyes, meg ugye tényleg feszített ez, hogy folyamatosan megy a busz, és nem áll meg sehol, nagyon nehéz kocsival is azért lehagyni. Egy pár jelenet született, de mivel ez egy ilyen rendkívüli menet volt, tehát ez minden hétvégén nem megtekinthető, úgy gondolom, hogy ez azért mégis méltó arra, hogy az ember csináljon róla pár sintet. Én magam nagyon-nagyon rég ültem 415-ösön, utoljára, amikor a 21-es autóbuszon volt a 415-ös búcsú. Már nem is tudom, tehát 21 vagy 22? 22 június. 22 június, köszönöm, az operatőr kolléga nagyon jól tudja ezt a történetet. Akkor ugye voltak 415-ösök a 21-esen, és voltak még velencei 415-ösök is, világos kékek is. Az igazi feelinges búcsú volt. Hát én akkor ültem utoljára 415-ösen, úgyhogy most se ültem, ezt gyorsan tegyük hozzá, mert akkor nem lettek volna külső jelenetek, ez mára ennyi volt. Jók legyetek, további kellemes hétvégét. Már ez, nem tudom, melyik nap fog kimenni, de most még vasárnap van. Sziasztok!